A Történelmünk velünk él című könyvét mutatta be Filip Tibor a Városi Könyvtár Tagintézményben ez év júniusában. Tányér József elmondta, hogyan vették fel a kapcsolatot az íróval, valamint megosztotta velem, hogy az 56-os emlékév kapcsán aktuális a könyv témája. Most a könyvtárban a Történelem velünk él című könyvben mutatóra várjuk a kedves érdeklődőket. Filip Tibor történész újságíró lesz a vendégünk Debrecenből, és ugye most aktuális is, hogy az 56-os emlékév kapcsán az írónak megjelent a könyve, már ugye találkoztam is vele, és úgy gondoltuk, Csontos Gabriella segített a szervezésben, tehát volt már Debrecenben is könyvben mutató, és mégis így jutott el az író hozzá, megmondom őszintén, hogy a Gabikával vettem fel a kapcsolatot, és aztán örülök, hogy elfogadta az íróra a felkérésünket. Igaz mondom, hogy még azért ősszel van az évforduló, de az egész év emlékév, tehát egy beharangozónak én úgy gondolom, hogy több könyves rendezvény volt már, meg kapcsolódik is történeti témában is, hogy tényleg aktuális, és így került ez a mai rendezvény megszervezésre. Filip Tibor többek között újságíróként, történészként, középiskolai tanárként tevékenykedik. Több fő kutatási területen is dolgozott már, az egyik ezek közül az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc, osztotta meg a közönséggel az író. Nagyon sokáig a 1848-as, 49-es magyar forradalommal foglalkoztam, mert megfogott annak az igézete, hogy egy kis elnyomott európai nép elmaradt fejlődésében, mind a gazdasága, mind a politikai élete, hogyan emelkedik 1848 márciusában nemzetté, hogyan válik önálló országgá, hogyan tud létrehozni egy olyan hadsereget, ami Európa legjobban felszerelt hadsereget kényszeríti visszavonulásra. A bukás ellenére én úgy éreztem, hogy 1848-49 a magyar történelem legfényesebb lapjaira tartozik, amikor népből nemzetté vált. Amíg a nép él valahol, de nem tudja magát kifejezni, nincs identitása, megződött államformája, addig csak nép. A nemzet, mikor megszületik, akkor azt jelenti, hogy megerősödik az emberekben az összetartozás, túl tudnak lépni hétköznapi gondjaikon, és tudnak olyan tetteket végrehajtani, amely a világ csodálatát is kivívja. Nem véletlen, hogy 1848-ban Heinrich Heine, a nagy francia költő azt írta, hogy úgy megszűkülsz német ruhám, nevét, ha hallom a magyar. Érzések tengerárja hány lelkembe trombiták zivalnak. Munkássága során az 1956-os debreceni eseményeket is feldolgozta, hiszen éppen egyetemi éveit töltötte ekkor a civis városban, így testközelben élte át a forradalmat és a kor eszméit. Nos, amikor én egyetemi hallgató voltam, még akkor is csak 48-al akartam foglalkozni. Aztán történt valami, eljött 1956 nyara, amikor egyetemi hallgatóként a 20. kongresszus után, majd Rákosi bukása után hoztuk magunkkal a magyar falu nyomorúságát, hiszen nagy része falusi gyerek volt az én évfolyamtársaimnak, és vártuk, hogy történni fog valami, hiszen egyszer már elkezdődött Nagy Imre idejében, és a 20. kongresszus után bíztuk abba, hogy a szocializmus lehet becsületesen csinálni, és még meg lehet reformálni. Tehát a változásokat vártuk. És eljött 1956. október 23-a, amikor derültségből villámcsapásként ez a nép, amely azóta megint néppésüljett, újra nemzetté emelkedett. Pillanatokon belül 100 000 vonultak Budapest utcáira és Debrecen utcáira, és Debrecenben még hamarabb, és követelték Magyarország függetlenségét, Magyarország gazdasági életének fellendítését és a kommunista vezetők megbüntetését. Aki azokat a napokat felnőtt fejjel átélte, azt, hogy felvonultunk a város utcáin, annak ellenére, hogy hallottuk, hogy betiltotta a Piros László a tüntetést, ettől a pillanat közé közéből lettek volna, senkinek sem jutott eszébe, hogy
elmenjen az utcáról, és 12 napon keresztül éltünk, reménykedtünk, hittünk, hogy Magyarországon megismétlődik 56 csodája, 48 csodája 1956. Mert Európában, szerte a világon, bárhova megy az ember, tulajdonképpen azt tudják, hogy ki volt Puskás öcsi, és azt, hogy Magyarországon 1956-ban mi történt. Fülep Tibor a régi rómaiak mondását vallja, miszerint a történelem az élettanító mestere. Ez inspirálta őt, hogy olyan dolgokról írjon a Történelmünk velünk él című könyvében, melyekről kezdünk elfeledkezni, és melyek meghatározói voltak a magyar történelem elmúlt évtizedeinek. Ez a könyv tulajdonképpen már a sokadik könyvem. Egyben, amikor írni kezdtem, azt gondoltam, hogy talán az utolsó, mivel 80 éves vagyok, és megpróbáltam olyan dolgokat a könyvembe bevenni, olyanokat írni, amelyek fontosak lennének a mai magyar valóság megismeréséhez, de az utóbbi években valamilyen módon a figyelem ellanyhult ezek iránt a nagyon fontos történelmi események iránt. Ebben a könyvben található 7 tanulmány, amelyek közül kettőt kiemelnék. Az egyik az, hogy Kazincbarcikán is volt internáló tábor Magyarországon, nem csak Recsken. Az 50-es években Magyarországon is ugyanígy volt egy olyan gulág táborrendszer, ahova a rendszerellenes embereket törvénytelenül internálták, és ilyen volt Kazincbarcikán, ahol több ezer ember tartottak több évig fogva, mégpedig olyan embereket, akiket 44-ben az oroszok Málenki robotra elvittek, 51-ig fadifogságban voltak, és utána jöttek haza, és majd 53-ban szabadultak. Tehát ezek az emberek rendkívül nehézségek között élték meg ezeket az éveket, és a rendszernek azon áldozatai közé tartoznak, hogy 8 évet töltöttek fejenként börtönbe. A másik téma az látszólag a reformátusokat érinti, ugyanis 1949 és 53 között a kálvinista Rómának olyan püspöke volt, aki tulajdonképpen Rákosi Mátyás megbízásából lett püspök, párttag is volt, és azután ő azt tűzte ki célul, nem mondva ki természetesen, a vallás álhatatossága mögé bújva, hogy a református egyházat minél jobban kiszorítsa a közéletből, és lehetőleg az írmagját is kiírtsa a profántás vallásnak és a protestantizmusnak. Ez egy 80 oldalas tanulmány, feltáratlan volt, hogy a közelmúlt felé haladjunk, 1988-ban, Budapesten, amikor már közel lett a rendszerváltás, akkor az akkori ellenzéki politikai erők, így az MDF és a mások, nyílt vitafórumokat rendeztek a Jurta Színházban. Ki akarták próbálni, hogy a hatalom közbeavatkozik-e, vagy pedig bizonyos fokig engedi az ellenzéki hangot. Nos, 4 ilyen fórum volt, 700-800 ember vett részt, a rendőrség nem avatkozott közbe, de ugyanakkor figyelték, hogy mi hangzott el, és jelentések készültek, és ezeket a jelentéseket elküldték a Központi Bizottságnak, illetve a magyar politikai vezetőknek. Nos, én erről írtam egy tanulmányt, és 27 oldal eredeti anyagot ismerhet meg az olvasó, tehát megismerheti az eredeti belügyi jelentéseket, amelyek a magyar politikai vezetés asztalára kerültek. Fülep Tibor kutatási területei közé tartozik a Kádár rendszer besúgó hálózata és a politikai rendőrség működése 1957 és 1989 között. Erre vonatkozóan is található tanulmány az új kötetben. Írtam egy könyvet korábban még a politikai rendőrség Hajdú-Biharban betöltött szerepéről, tehát gyakorlatilag az, hogy 1963-tól 89-ig a hatalom hogyan figyeltette a politikai ellenfélnek tartott embereket, fiatalokat, akikre rossz hatást gyakorol az amerikai és a nyugati kultúra.
És most pedig a harmadik kötetben egy kisebb tanulmány került ide ebbe a könyvbe, az utolsó két évben, tehát arról szól, hogy hogyan viszonyult a politikai rendőrség a magyar ellenzék megjelenéséhez, és hogyan élte meg az utolsó két évet. És amellett van még egy tanulmány, ami arról szól, hogy 1900, amiről kevés szó esik megint, hogy 1956 őszén milyen nagy szerepe volt a forradalmi mozgalom megindítása az egyetemi hallgatóknak. Utána közölök internulkajukat ebben a kötetben neves emberekkel, mint Mádül Ferenc, Lezsák Sándor, Katona Tamás, aki ugye az Antal kormányban kormánybiztos volt, Fűr Lajos, aztán a debreceni történészgárda Doenyéről, Balog Istvánról és másokról, és ugyanakkor van egy 56-os blokk a könyvemben, amely tulajdonképpen a debreceni 56-os eseményekről, fiatalokról szól, ők az újságot csináltatták. Fülep Tibor a Hajdú-Bihari Napló munkatársa, valamint a néhány évig megjelenő debreceni folyóirat a Körkép főszerkesztője volt. Volt Debrecenben egy képes heti lap, a Körkép. Ez 2000-től 2002-ig volt, ez volt az utolsó olyan lap Hajdú-Biharban, amelyik a polgári értékek mellett tört láncsát, kulturális rovata volt, emberekkel foglalkoztunk, portrékkal foglalkoztunk, és én nekem volt abban egy rovatom, hogy minden héten írtam egy jegyzetet, az a cím, hogy hogy is van ez. Na most ezek az írások, én úgy érzem, ma sem épültek el, de sem évültek el, hanem ma is olvashatók, egyben kordokumentumok, mert akkor kezdett igazából véve a magyar politika eldurvulni. És van még az utolsó részben egy szubjektív blokk, amely tulajdonképpen az én életemről szól, a szülőfalomról, sakkpályafutásomról, tanári pályám emlékeiről. Beszélgetésünk során arra voltam kíváncsi, honnan az ilyen mélységű érdeklődés azon témák iránt, melyekről ír. 1949-ben kerültem Debrecenbe, Mezőkeresztesen születtem, Borsod megyébe, és református kollégiumba kerültem be, mivel édesapám református lelkész volt, és azt akarta, hogy a fia is a kollégiumba járjanak, és én meg láttam Debrecennek a Romos utcáit, láttam az 50-es években a város szellemi leépülését, tanúja voltam forradalmának, majd a puha diktatúránának. Tehát Debrecen történetét intenzíven átéltem, és Debrecen olyan város, amely mindig ad inspirációt a történelembe. Korábban a 48-as szabadságharc történetével foglalkoztam, a Görgeik Artúr kérdésével, mikor a hatalom és a hivatalos történetírás Görgeit még árulónak minősítette, én már akkor kardot törtem, hogy Görgei kiváló katona volt és a magyar nemzet legnagyobb hadvezére, és ez a érdeklődésem megmaradt. Na most sokáig nem lehetett azt írni, amit az ember gondolt. Én 1956-ban viszont októberben egyetemi hallgató voltam. Tehát én Debrecenben nagyon közelről láttam a forradalmat, nem voltam a forradalom vezetője, közkatonája voltam, de átéltem azokat a napokat, amikor reménykedtünk abban, akkor még hittünk abban, hogy a szocializmus lehet tisztességesen és becsületesen, nem emberek tönkretételével és diktatúrával felépíteni, hogy ezt az világot újra le kell fogalmazni. Na most a bukás után mi megfogadtuk az osztálytársaimmal, hogy erről soha nem fogunk valótlanságot mondani vagy írni, de amikor 1980, nem meg is tartottuk, de 1989-ben, amikor Pozsgai Imre bejelentette a hatalom oldaláról, hogy 1956 az nem ellenforradalom, hanem forradalom volt, akkor én elérkezettnek láttam az időt, hogy 56-ról írjak, barátaimról, a meghúzott 56-osokról, hogy megpróbáljam az igazságot feltárni, és visszaadni ezeknek a nagyon tehetséges, igaz, magyar, művelt embereknek a becsületét. Tehát így fokozatosan az újságírói pálya és a magyar szakos tanári mellett a történelem kötötte az érdeklődésemet. Új és régi írásokból állt össze a Történelmünk velünk él című könyv. Fülep Tibor írói munkájának egyik jelmondata: a történelem a miénk, a nemzeti, de csak akkor a miénk, ha ismerjük. Először a...